Sziasztok! A mai videóban ezt a mikulásos kis ajtódíszt fogjuk elkészíteni, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy hogyan készült, akkor tartsatok velem. Nem lesz túl nagy dolgokra szükségünk ehhez az ajtódíszhez, csupán csak egy mikulás sapkára, egy koszorú alapra, gombos tükre, fehér színű tűrre, illetve egy ollóra. Na most, a fehér színű tűl nekem azért ilyen gurigában van, mert eBay-ről szereztem be. Most már onnan hiába rendelnétek meg, mert egyszerűen nem érkezne meg karácsonyig, de lehet méteráru boltokban is kapni, nem túl drágán, úgyhogy ott is meg tudjátok szépen ezeket venni, és ott nyilván nem ilyen gurigában fogjátok venni, úgyhogy nem így fog a tiédek kinézni, de attól még ez ugyanolyan fehér színű tűl lesz. Első lépésként fogom a mikulás sapkát, és rögzítem erre a koszorú alapra a gombos tükkel. Ha ezzel megvagyunk, akkor a fehér színű tűlből levágunk tetszőleges hosszúságú csíkokat, és rácsomózzuk az alapra. Mutatom, hogy hogyan. Érdemes a tűlt több rétegben rakni, és az alsó rétegeket hosszabbra, a felső rétegeket pedig rövidebbre hagyni. Így tömöttebb hatást érhetünk el. A csomókat azért kell gombos tűvel rögzíteni, mert a tűl az egy viszonylag merev anyag, így a csomók könnyen szétcsúszhatnak, hogyha nincsenek rögzítve. Ha úgy ítéljük meg, hogy elkészültünk, akkor egy piros színű vagy fehér színű, igazából ami nekünk tetszik, olyan szalagra kötünk egy csomót. Ez lesz majd az akasztó. És hogyha megkötöttük rá a csomót, akkor ugyanúgy, ahogy az eddigieket, ezt is egy gombos tűvel fogjuk rögzíteni. Ez egy nagyon-nagyon könnyű ajtódísz, úgyhogy bármilyen kis műanyag akasztó elbírja, úgyhogy akármilyenre ki lehet akasztani. Remélem tetszett nektek ez a kis mikulásos ajtódísz. Hogyha elkészítitek, akkor nyugodtan jelöljetek meg a képen, hogyha feltöltitek valahova, vagy küldjétek el akár e-mailben, vagy üzenetben a Facebookon, én nagyon-nagyon fogok neki örülni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!